Sokan szoktátok mondani, hogy Hunter neked egy csomó különleges skin megvan a Stumble Guys ba mutasd már meg, hogy pontosan melyik skinek vannak meg neked, illetve néha még én magam is elfelejtem a pörgetős videóknál, hogy pontosan melyik skinek vannak meg és melyikek hiányoznak. Úgyhogy a mai videóban megmutatom, hogy melyik skinek vannak meg nekem a Stumble Guys ba minden ritkaságból kifogok emelni párat, amik nekem a legjobban tetszenek, amikkel a legtöbbet szeretek játszani. Akár adok ötleteket, hogy melyik skint lehetett olcsó megszerezni, vagy melyik skin az, amit érdemes. Úgyhogy lesz itt rengeteg érdekesség, de én azt mondom, hogy kezdjünk először az emótokkal, nézzük meg ezeket is. Itt igazából szerintem az az érdekes, hogy mi hiányzik. Három darab dolog. Hiányzik ez a Hong Kong, ilyen fejes emót, hiányzik ez a Common Tűz, nem tudom, hogy hogyan, illetve hiányzik ez a DJ Moves Taunt. Hát most ez a DJ Moves Taunt, hogyha jól tudom, ez bent van a shopban, legendary emót, úgyhogy hát akkor ezt vegyük meg, nehogy már hiányozzon egy Taunt animációt, azonnal meg is vásároltam a francba. Úgyhogy már csak ez a kettő darab emót hiányzik, ugye nekem megvan minden egyes speciális emó, Ugye, tehát a legújabbak is nem hiányzik egyik sem, de leginkább én a boxot, a rugást, a labdát, illetve egy tauntot szoktam használni. Írjátok meg nyugodtan, hogy nektek melyik emótok vannak, meg, illetve majd a skineknél is nyugodtan írjátok meg, illetve hogy melyik hiányzik. Mi az, amit meg szeretnétek mindenképp szerezni, például ugye a speciális emótok közül. Itt van ugye a sobban például a rugás, akinek mondjuk nincs meg, az most le tud rá csapni. Ha bármilyen offerre viszont lecsaptok a sobban, akkor nagyon megköszönöm, hogy használjátok a Hunter kódot, ezzel is támogatva a csatornát, hatalmas segítség ez nekem, nagyon szépen köszönöm mindenkinek animációkra is egyébként kíváncsi vagyok. Kettő darab győzelmi animáció hiányzik, ez a feszítős rare, illetve ez a Ting Tang. Nem tudom, hogy a Getitnél mit fog kiadni, hogy hol lehet megszerezni a Tournament season -be. Hát ö, geniális. Hát akkor ezért nincs meg ez nekem a tournamentet annyira nem szoktam játszani, illetve lábnyomokból is, hát ott itt a minden lábnyom megvan. Az mi komoly már? Az összes létező lábnyom, de, de, nem, hát itt van egy csomó hiányzó, akkor miért nem mutatja itt? Lehet csak azokat a hiányzókat mutatja, amiket éppen most ki lehet pörgetni, ugye, a keréken, vagy nem tudom. Lehet még kicsit bug és ez a featured fül, viszont a lényeg az, hogy ezek a lábnyomok hiányoznak, azért itt még szerintem érdemesebb inkább azokat megnézni, amik nincsenek meg, amit szívesen megszereznék. Hát az még egy-két zászló, de igazából a zászlók közül is a legjobbakat sikerült megvenem, talán az amerikai, a mexikói még ami rohadt jó, meg a brazil esetleg, a többi az annyira nem extra, viszont egy csomó jó cserébe meg megvan, amit mostanában szoktam használni, hogy az a Lionel Messivel az argentin zászló, ez szerintem rohadt menő, kínai az annyira nem extra, de már azt is megvettem, ha már ben volt a soba az olasz, illetve a spanyol zászló is, még főleg a spanyol az még nagyon. Menő, úgyhogy ezeket is szoktam használni, illetve előtte még, amikor ezek az zászlók nem voltak meg, ezt a Mister Beast-eset használtam, ez is egészen jól passzol egyébként a Lionel Messihez, meg például ilyen nyilván az összes Mr. Beast skinhez is, meg ezt a villámos lábnyomot is tökre szerettem, egy kis toxiknak lehet ez a haha esetleg, vagy a bye bye, amit még talán valamikor használtam, meg ez a tűzi játék, ez még szerintem rohadt menni, mert nem annyira nagyon feltűnő, nem ott de tök közben tök királyot robbannak körülötte a tűzi játékok. Ez volt még, amit többször használtam, meg régebben, amikor még nem volt meg annyira, akkor ezt a pénzeset, meg ezt a kupát, talán, szóval a kezdőbb játékosoknak, akiknek mondjuk csak ilyen rare mótai vannak, ezeket tudom ajánlani. Akár még ezt a koronásat, vagy így karácsony körül még ez az ajándékdobozos is tök menő tudott lenni. Ha meg olcsón akartok toxikus emótát, akkor ez a ha-ha-ha-ha, ez szintén tök király. Na de, menjünk a skinekre, mert ez az, ami szerintem a legtöbb embert érdekel. A common skinek közül, ahogy láthatjátok, minden megvan, tehát konkrétan a feature-be látjátok, nem is hiányzik common skin nekem. Viszont annyira megmondom őszintén, nem túl gyakran játszok common skinekkel, tehát ezek a skinek tényleg a leg, legbénábbak, ezekkel a skinekkel akkor játszok, hogyha valami challenge-ben mondjuk muszáj Kamen skin játszanom, vagy nem tudom. Amivel sokan szoktak egyébként common-ből játszani, az például a Cristiano Valdo, ami, ami ugye Cristiano ronaldo készült ilyen focistás skin, hát amit ezen a skinen nem értek, megmondom őszintén, hogy miért tízes a messzáma, tehát hogy uh, ez a piros ilyen portugál mez, ez, ez tök királyú lillik a Ronaldohoz, viszont a tízes messzám, az nem tudom, hogy került át. Tehát ennyire nem volt a készít, hogy Ronaldo hetes számmal játszott egész életébe? Hát, hogy CR7, tehát, hogy nem tudom. Minden esetre nem rossz. Egyébként van ebből egy ilyen lóbácsitebb verzió, is, ez a Louis Bowler, ennek csak a hátulján van messzám. Illetve van egy-két tök jó focista skin, szóval aki szereti a focit, vagy akár mondjuk a német válogatott, mondjuk Thomas Müller a kedvence, például ő ezt a skint ugye valószínűleg róla készítették. Ezeket amúgy tök jól lehet használni. A default skint is amúgy szokták használni, ha már még nincsen meg sok skin az adott embernek. Ez zöld még amit talán annyira nem vészes egyébként, de ez betörő, meg ezek, tehát ez a búva, mert elképzelni, hogy valaki, aki nem bot, ezzel játszik. De amit még egyébként a Kamenből ki tudok emelni, az a Stumble James, illetve talán még ez a Stumble Jack, ezt amúgy sok profi szokta használni, például a Stumble James-t is. Tehát turnamentben rengetegszer lehet találkozni vele, és tök érdekes, hogy nem speciális, nem mitik, nem extra, egy common skinről beszélünk, és mégis rengeteg profi, például Jam Glitch is egy csomószor ezt használja, ha már magyar példát kell ráhozni, Viszont ezek meg tényleg borza, ó, borzadályosak, tehát hogy rá se tudok nézni ezekre a skinekre, hogy inkább menjünk is tovább. Az Uncommon skinek érkeznek, hát ebből egy darab hiányzik, hogyha jól látom. ője. Mi? Hülye. nézd meg, itt van az a ez, rákattintok, és ez lesz belőle. <laughs> Na jó, hát akkor figyelj, ezt a hiányzó skinek még azért elég bágosak, de a lényeg az, hogy az Ankamon skinek között is a legtöbb az megvan, nyilvánvalóan. Tehát hogy ezt a Viking Bjorn szerintem, hogyha mindig megkapnánk a skint, amikor kipörgetjük, nem pedig duplicate lenne, akkor már konkrétan el nem fér neki a képernyőre, hogy hányszor kipörgettem. Itt is vannak ilyen búvárak, talán egy kicsit menőbb, ilyen nyári stílusúak, de hát ezek is borzasztóak, tehát nem is kell mondani. Ez talán a diszkóden, ami itt kicsit én elfogadhatóbb. Itt van még például a csákos is két verzió, a leg, legszarabb verziók, ezek is hány ingerkeltőek, hogy őszinte legyek. Pantomimes, ezek is hány ingerkeltőek. Ez még ami nem olyan vészes, de ezt is csak egy bot használja, meg, meg, ezt például, tehát hogy eléggé otrombák. Ez még ami talán annyira nem undorító, talán ez. És itt van egyébként a Boxer Mike, ami amúgy egy jobb skin, ezt is szokták például profik használni. Itt van még a Roberto carlos -e, ami Roberto Carlos, ugye ez szintén egy focista skin. Ez még amit amúgy sokan szoktak használni, jobb játékosok. Ez is borzasztóan undorító, ez a Mr. Fábi jó, tehát ez az, amit százezerszer kipörgettem például az egyik keréken, nem légszem rá, tehát ezt sosem fogom elfelejteni ezeket a skineket emiatt. Viszont, amit innen ugye nyilván a legjobban kiemelnék, nem tudom még itt föntebb van-e valami jó, azt még itt megnézem, de annyira igazából nem nagyon van tiszteletre méltó skin, kivéve a Lionel Peszi, ami természetesen a Cristiano Váldónál egy ilyen magasabb ritkaságba az Ankamönbe érkezett. Ugye a világ legjobb játékosan nekem is a kedvenc focistám, ahogy láthatjátok, igazából ez a skin is van nekem beállítva, szóval ezt is szoktam használni. Ez az ilyen tipik Hunter Gang skin, amit igazából én a legtöbbször turnamentekben team skinnek használok, vagy használunk, hogyha többen játszunk. Szerintem ez nagyon menő, szóval ez az Ankámen skinek közül messze a legjobb, a játékban szerintem az egyik legjobb skin, vagy hát igazából egyszerű skin, de én nekem az egyik kedvencem. Úgyhogy ez az, amit uh, igazából tudok ajánlani, hogy ha HTG-sek vagytok, akkor kötelező megszerezni. Na de, menjünk akkor a Rerskinekre, hát meg sem merem már itt nézni a feature-nél ez a kettő darab Rerskin hiányzik, és hát rengeteg pedig megvan, ez a Bad bug, ez egy újabb Rerskin egyébként, ez talán annyira nem vészes. Itt már azért vannak olyanok, amik amúgy nem szerintem ez is például tök menő. Persze itt is vannak ilyen varázslók, tehát ezt például nem értem, hogy ez a varázsló, ezt se láttam még turnamentben, hogy valaki ezzel team skinelne a varázslóval, vagy esetleg a ször Robinnal, meg ezek, tehát nagyon basic skinek. Nyilván itt is van csákos gyerek, ennek már kicsit talán igényesebb a ruhája, de azért még a lába is bagos, tehát hogy meg se csinálnák azt, hogy ne legyen bagos a lába, tehát hogy konkrétan a testéből jöjjön legalább kis ne át a pólóján, mert úgyse használja senki ezt a skint. Itt van a Racer skinnek ebből is kettő van, búvárból is kettő, hogy jó sokszor ki lehessen pörgetni, nyilván ebből is kettő, mindenből itt kötelező kettőnek lennie, hogy minél undorítóbb legyen, és százezerszer ki lehessen pörgetni. Hát az Alien is rohadt idegesít, hogy százmilliószor ki lehet pörgetni az ilyen olcsóbb kerekeken. A pingvinekről ugye nem is beszélve, tehát hogy az minden pörgetős videóba kötelező, tehát ha most pörgetnék egyet, még olyan keréken pörgetnék, ami nincs is pingvin, akkor is ki pörgetném ez amúgy talán nem annyira vészes, ez a Silver Fox, ezt szokták még talán néha profik használni. Viszont itt is van egy ilyen diszkóderil, közepesnek talán mondható, de itt is igazából az itali troll, ami ugye egy uh, foci VB skin volt, ez ami még talán kicsit ilyen vállalhatóbb, de annyira nem azért, annyira mégse. Ez talán a gamer Gina, de ez se annyira, ezt még néhány profinál szoktam látni turnamentbe. Nem is tudom, hogy itt most ki tudnék elmenni, hogy melyik a kedvenc skinem, ez a menő, talán ez itt a legjobb. Na, nézzük az epikus skineket, innen már szerintem amúgy jó néhány hiányzik, ahogy láthatjátok, tehát például az új tetrises skinekből is azért hiányzik még, van itt ez a halálos skin, ami amúgy szerintem egészen menő, meg van itt még egy-két ilyen undorítóság, van egy metal viking, ami annyira nem borzasztó, de hát szintén egy viking skin, csak talán egy kicsit menőbb ez a fémes verzió. És itt van a bíró, amit nagyon szeretnék egyébként megszerezni, de sajnos nincs meg nekem. Ezt egyébként azóta is nagyon sajnálom, hogy nem pörgettem ki még a foci VB idején. Hát most ugye az ingyenes keréken lehet elvileg kipörgetni, de hát gyakorlatilag annyira még nem sikerült nekem. Aztán mellette van egy ilyen hányingerkeltő undorító skin, meg egy ilyen virág cserép, illetve itt van az egyik kedvenc skinem játékban, tehát itt már azért lesznek jó skinek az epikusaknál, itt van a The Beast, ami az egyik legmenőbb Mr. Beast skin szerintem, főleg ezzel a szikrázással, amit utólag tettek rá. Az új Mr. Beast skinek közül van egy-két nagyon menő, de az első Mr. Beast-es update-ben talán ez volt az egyik legjobb skin, és ráadásul nem legendary, meg nem mitik, meg nem speciális, hanem epikus ritkaságba érkezett, ami tök érdekes. És én nagyon örültem neki, hogy viszonylag hamar sikerült megszerezni, mert ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem ez a skin. Kicsi, nem otromba, menő, kreatív, nincs hasonló hozzá, nagyon-nagyon nagyon-nagyon király skin szerintem. Aztán van itt még egy szintén The beast, csak ez ilyen pixeles verzióban, nekem ez annyira nem tetszik, tehát ha már választani kell, akkor inkább ezt a normálisat használom. Van itt egy ilyen pingvin, ez is amúgy tök jó, tehát ezt is egyébként uh, szokták használni profik. Nekem kicsit ilyen fura, ilyen dagadt, meg eh, nem annyira tetszik nekem, de nem rossz skin. Tehát, hogy ezt amúgy profik turnamentekben szokták team skinnek használni. Van itt egy-két ilyen furcsa skin, amik annyira nem néznek ki jól, de elvennek. Tehát itt már azért nagyon undorító otromba hányingereket azért nehéz találni. De itt azért van vannak menő, nem a legjobb skinnek a játékban, de például ez is egy jó skin. Tehát egy tök menő, igazából a dinamitron formája, csak egy simább skinben, könnyebb megszerezni, mert epic, Ugye amíg volt epikor betör kerék a játékban, addig ezeket ugye elég könnyű volt megszerezni. Itt van ez a király skin is, ez is egészen rendben van. Ugye itt van egy még menőbb király, ez is tökre rendben van, ennek régen tökre örültem, amikor megszereztem így elsőre. Szóval itt azért már vannak jobb skinek, ezeket a csontvázakat is szokták használni profi játékosok. Szápa se rossz, Dino az Hányinger, ez is addisznó, azt köszönjük szépen, nem? Ez mi az Isten? Tehát azért lehet itt is azért találni mocskosan szarszkineket, ne aggódjatok, például Lucky flower -t. meg az OG original csákós hülye gyerek is ugye itt van, az a lábán, az a talp, te hülye, az tényleg, az azóta nem bírtam megérteni, hogy az mégis mi a tököm, de hát nyilván a legundorítóbb dolog az a csákója, amiben konkrétan, a seggel beleülsz, akkor valószínűleg életed végéig fájdalmakat fogsz érezni. Ami itt amúgy menő az argentin sárk, meg az alapból a foci VB azok ugye fellettek dobva ezzel a foci mezzel. Itt van Bence 31. kedvenc skinje, például ez is is tök menő, szerintem. Itt vannak az új sushi skinek is. Itt van ez a Mr. Skin, ami szintén szerintem egészen királyhoz képest, hogy meg főleg. Ez a topik is egyébként menő. De annyira sok profi itt amúgy nem láttam. kisebb ritkaságokban több volt, de egyébként jó skinek itt is vannak, de vannak eléggé furcsák, meg rosszak is. Tehát, hogy például ki a tököm játszik ezzel a tehénnel. Na de nézzük a legendarikat. Itt már biztos, hogy, van, hogy rengeteg hiányzik. Szóval nézzük meg először ezeket. Nem tudom például a Glómen az mióta hiányzik nekem egyébként. Azt hittem, hogy ez már száz éve megvan. Ez a kockás ilyen óriási hogy annyira nem tetszenek ez a pixel guide, de viszont ezek az egyiptomi skinnek amúgy elég menők, szerintem ez tök jó lett volna megszerezni. Ez, ami szerintem rohadt menő és csomó profi is használja a turnamentekbe, Golden Gloves, ezt nagyon sajnálom, hogy nincs meg nekem, szóval ez, ez tök jó lenne, hogyha meg lenne. Van itt is egy-két ocsmány, amik hát nem baj, hogy nincsenek meg igazából. Van egy-két ilyen limitáltabb skin, ami például húsvétkor volt elérhető. Amiket innen szívesen megszereznék, például a Shimmer egyébként nem annyira néz ki jól, de ezt is nagyon sok profi használja. Ezt is nagyon sok profi használja, például a Wild Galt is, ezeket azért így 3D gás olyan rossz, meg a mézes kalácsból is ez az új, ez amúgy tök menő szerintem, ez a sushi se rossz egyébként, lenne még innen is mit megszerezni, de nézzük akkor azokat, amik megvannak. Itt mit tudok igazából kiemelni, ezt amúgy, nekem ezt nagyon tetszett ez az, skin, amikor bejött. Szerintem ez egyszerű, letisztul, de fasz különleges, nincs hozzá hasonló, egyedi menő, jó az a vidragyogás ahhoz képest, hogy nem is mitik, meg nem is speciális. Aztán itt is vannak azért furcsábbak, ez amúgy nem rossz, ez az ultragály, csak lebeg, vannak itt is elég otrombák. Ez egyébként nem rossz, a nincs ez ugye tavaly előtt karácsonykor, tehát 2022 karácsonykor volt még ez a Jack Drudolph, szóval több mint egy éve már megvan ez a skin. Aztán az egyiptomi skinek közül azért valamelyiket, ahogy látjátok, sikerült feloldani. Ez a Kleopátra, meg ez a Hórusz egyébként tök jó. Volt ez a Pujka, emlékezhettek, hogy ez még több mint egy éve hálaadáskor volt ez is, szóval már rohadt régen. Nem tudom ki az, aki azóta játszik a játék, a le kommentben, amikor ez a pulykás event volt. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, de konkrétan volt egy egy-két hétig, amikor normál gameben, meg mindenhol beléptél a menetbe, és ilyen pulykák jöttek, és azokat is kellett kerül és annak az eventnek a végén ingyen igazából egy darab gemér lehetett ezt a pulyka skin megszerezni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki már azóta játszik, írjátok meg kommentbe, hogyha már esetleg azóta playerek vagytok. Aztán itt van egy tökéletes skin a Golden Banán, amit most már egy ide azért meg lehet szerezni, nem túl könnyen, meg nem túl gyakran, de régen ebbe az volt az érdekesebb a skin, hogy csak kreátoroktól nyereményjátékokon lehetett megnyerni. Nekem is volt több olyan videóm, ahol kisorsolhattam nektek néhány Golden Banán skint, vagy akár élő adásban, és nem volt bent ez a skin még akkor a játékban, tehát csak a kreátorok kapták meg, és csak a a kreátorok sorslohatták ki, akinek ez megvolt, az az influencer utána a második legkülönlegesebb és legritkább skin volt a játékban, úgyhogy nagyon-nagyon menők és különlegesek voltak, akik ezt megnyerték, de azóta már azért meg lehetett szerezni többféle módon is. Vannak itt is undorító skinek, tehát nem kell azt az egy egyébként egyáltalán firtatni, hogy vannak otromba undorító skinek. Ezt a, a yin a mind a kettőt egyébként talán még szokták használni profi játékosok, ezt is néha, de ebből inkább a fiút, illetve ez is a csontvázak közül talán az egyik legjobb skin, úgyhogy azért itt is vannak jó cucca. A legendáriban is természetesen, azért el is várható, hogy a legendáriban már legyenek jó cuccok, és itt van az epikus Mr. Beastnek az ilyen karácsonyi havas verziója a legendáriban, ez is nagyon menő. Ez is nagyon tetszik, nagyon örültem, van, nemrég, hogy sikerült feloldanom, ez is szétadó. Szóval, hogyha kérdeznétek, hogy melyik a kedvenc Mr. beast skinem, akkor talán ezt, vagy pedig a epikus verziót mondanám. Itt is van még sushi-skin, meg újabb skinnek, ez a bacon is amúgy tök menő szerintem, úgyhogy uh, hát nem, Tetris talán kicsit otromba, hogy őszinte legyek, de azért a legendáriban is van jó néhány jó skin. Na de, menjünk az egy-egy. Egy különlegesebb skinek felé jönnek a mitikusak. Itt most a hiányzóak között megpróbálok letekerni, megnézik, hogy mik hiányoznak mitikből, amit esetleg szívesen feloldanék. A Dusk Dragon. Nekem ez tökre tetszik. Ez egy letisztult, ilyen mat borítású, menő, egyedi, Inferno Dragonhoz hasonlít, de mégis talán picit azért annál könnyen megszerezni, bár nekem még ugye nem sikerült sajnos, pedig már többször próbálkoztam. Amúgy ez a skin, ez tök menő, ez a villámos lábnyom egyébként, egy csapbe mögötte a villám, ez szerintem elképesztően király. Úgyhogy ez az, amit mindenképp megszereznék. Aztán itt van ez a Hot Glows McLau ez egy eléggé menő, lángoló fejű, mitikus skin, egy nagyon-nagyon király boxerskin, ugye boxerskinből már többet is láthattunk, ez a talán a legritkább boxerskin, amit szintén turnamentben is előszeretettel használnak a játékosok, szerintem ez nagyon király. De nézzük, hogy mik vannak meg, itt van egy ilyen lebegő mister Beast, ez ilyen közepes, tehát hogy például szerintem az Epic meg a Legendary Mr. Beast, az a Beast skin, amit az előbb mutattam, ami az egyik kedvencem, az szerintem sokkal jobb ezeknél. Ez például viszont rohadt menő szerintem. Szóval ez a boxerskin szintén, és ez a világos kék fekete kombó, ez nagyon üt, ez nagyon király. És a mitikhez annyira illik alapból ez a világos kék, ilyen színárnyalat, meg az a láng is ott ú, uh, ez nagyon, ez nagyon el van találva, ezt is turnamentekben szoktam látni, hogy használják. Vannak itt ugye az új törpörszkinek, vagyis is ezek újabb skinek, ugye, mert azért a mitik ritkaság az még annyira nem egy régi dolog, szóval az 2023 nyara környékén jött be a játékba. Szóval azóta még annyira sok mitikus skin egyébként nincsen, de az egyik kedvencem, ugye tudhatjátok, hogy saját magam. Szóval az egyik kedvencem a Goat skin, ami nagyon-nagyon nagyon király. Elképesztően el van találva ez az arany színnel, ezzel a pénzes jetpackkel. Tudjátok, hogy nem szeretem annyira lebegő szkineket, de ez nem is kell magyarázni, srácok. Nem tudom, miért nem az én fejem van ott a, az ő feje helyén. Igazából ez az egyetlen probléma ezzel a skinnel. Nyilvánvalóan viccelek, srácok, de ez egy nagyon jó skin. Azt meg kell mondjam. trash az egyébként egy jó ötlet, meg egyedi ötlet, csak kicsit talán ott romba. nem annyira szeretem azokat a skineket, amiknek a lába az csak így lebeg, és nincs is hozzá kötve a skinhez konkrétan. De van még itt egy-két jó Dragon Roll is, szerintem tök jó. Ez a bister Beast Freestyle Jimmy is menő. Ezek a a horoszkópos skinek közül is, egyes skinek közül is talán ez az egyik legjobb, ugye? mitigből van még ez, de ez hogy néz ki? Ez még talán a tök jó. Ez is amúgy egy nagyon kreatív, meg vicces, hogy, tehát, hogy a nagy pénzen deszkázik a Mister Beast, ez is még egy elég király skin. ez az óriási pénz, az igazából ez is csak az a baj, hogy -ba, ugye ez a Monopoly update jött be. A például, ami szerintem egy elég egyedi skin még itt a Mitigből, hogy így váltakozik a ruhája, de ezek egyáltalán nem régi skinek, szóval nem régi még az updates videókban beszéltem róluk. És hát akkor eljött a pillanat, srácok, hogy megnézzük a speciális skinjeimet, nézzük meg a hiányzókat, mert innen azért van jó néhány szerintem. Ugye először is az ingyenes kerékről, tehát a Phoenix, a Jade Nion Beast, a Glass Nion Beast, ugye nem sikerült még egyiket sem megszereznem, ezek azok, amik még az ingyenes keréken várnak rám, ezekből talán a Phoenix a legmenőbb, legextrább, még mindig nagyon ritkák ezek a skinek egyébként a játékban, mert rohadt nehéz az ingyenes keréken új skint szerezni, a Golden Robo az szerintem annyira nem extra, a Vél vale az talán kicsit otromba, nagy, ez a hullám skin pedig amúgy ez se lenne annyira rossz, ez kicsit szintén furcsa, annyira nem tetszik nekem. Talán ez, ami menő, de hát ez Halloween kor volt nagyon menő. Itt van egy ö, ilyen ö, csirkés forma, de viszont ez meg a hálaadás környékén volt nagyon menő, meg meglimitált, és igazából ez még az, amit talán meg lehetne szerezni. Szóval annyira sok speciális, ami nagyon extra, nem hiányzik. Talán a Phoenix az, amit a legjobban ki tudok emelni, meg a többi ingyenes keréken megszerezhető skin, hogy azokat azért jó lenne, mert azok mégis nagyon különlegesek és ritkák, még mindig, mind a mai napig eléggé kevés embernek vannak meg. Na de hát itt van a sokat dicsért Beast skinnek a speciális gyémántos verziója. Hát ez tényleg az egyik kedvenc skin a játékban. Rengeteget játszottam vele, amikor beérkezett. Nagyon-nagyon alapos, nagyon-nagyon szép. Egyszerűen gyönyörűen megvan cseve, ahogy csillan rajta a fény. Elképesztő minőséginek néz ki. Apró részletekben láthatjátok, hogy ott a hátán is a Mr. Beast logót egy picit így becsillan. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minőségi skin szerintem. Szája, belseje, hogy megvan csinálva. Tényleg, mint a gyémánt lenne egy ilyen szoborként felépítve, elképesztően jó. Nagyon jó. Tehát erre mondom azt, hogy egy 10 per 9 is feles. Van amúgy a meteor, az se rossz, itt ez a különleges effektus dobja fel, de az a lebegés annyira nem extra. Az antides az azért különleges, mert azt hiszem blogdeshez be lehetett pont megszerezni, vagy valami end lesz, vagy nem tudom pontosan milyen eventben. Aztán itt a Shogun Jimmy, szintén az egyik legmerőbb Mr. Beast nem annyira jó, mint ez. Tehát ez kisebb, tömörebb, szebb, de ez is egy menő Mr. Beast csak talán kicsit magas, nagy. Van itt ez a nárvál, ezt is nehéz volt ugye megszerezni ezt ugye mystery boxokból lehetett, vagy mi az Isten, stumble boxokból, van még itt a, ez a skin, ezt is ugye stumble boxokból lehetett feloldani, nagyon kevés esélyes, és ugye rengeteg, rengeteg, rengeteg stumble boxot ki kellett, hogy nyissak, ugye a mitikek közül is ott volt az a dinamitos skin, amit ugye stumble boxokból szereztem meg, és hát a speciális uh, skineknél is ugyanez a helyzet, ezt is, meg ezt is sikerült feloldalom stumble boxokból, ami nagyon-nagyon ritkák, főleg ezt, tehát alig-alig láttam még másik játékosoknál, szóval tényleg nagyon egyedi és különleges és ritka skin a játékban, nem sok embernek van még meg, aztán itt vannak az OG-k, itt vannak az OG-k. Nem tudom, emlékeztek-e még szintén kíváncsiak, hogy van-e olyan régi játékos, olyan régebbi néző, ki még nézte akkor a csatornát, amikor csak a Captain Golden Heart, Inferno Dragon, Dynamitron és a tájsogán volt a játékban. Ez az első négy speciál. Tehát volt olyan idő, amikor nem voltak limitált kerekek, azoknak mondom, akik újabb játékosok vagy újabb nézők, nem voltak limitált kerekek, ez a négy speciál volt ugye rajta az Epicor Betör keréken, és ennyi volt. Tehát hogy ezt a négyet lehetett kipörgetni, és amikor meg ez a négy, akkor örültem, meg megvan minden speciál. És konkrétan nem volt több. Nézd meg most mennyi van. Egy másfél éve ez a négy darab volt itt. Nagyon durva, nagyon durva belegondolni, és azt hiszem az ötödik meg a hatodik, amik bejöttek, az a Frozen Volkier, illetve az Amethyst Enix volt. Emlékszem, hogy ezt a Frozen Volkier-t ilyen kabátban nyitottam ki tavaly télen, hogy úristen, fagyoskodok, és akkor fagyos power beadja, hogy olyan hideg van, hogy kabátot veszek fel. Emlékszem, hogy ezt, ezt sikerült kinyitni eléggé hamar, viszonylag hamar, meg az Amethyst Enix-et is meg tudtam hamar szerezni. Aztán jött be a Skeletal Dragon, talán utána a Rubikupidó, és aztán már itt egy nem tudom pontosan, hogy milyen sorrendbe, de a Rubikupidó is egyébként egy egészen rendben van, meg ez utólag még kapott egy ilyen csillogást, hogy fel legyen dobba. A Skeletal Dragon is, hát most már nem annyira látok embert, aki ezt használja, de régen ez, amikor még az 5 darab speciál egyike volt, vagy 6 darab speciális egyike, akkor nagyon különlegesnek számított. Meg a Mestelen Skin is, tehát hogy a maga idejében a Skin-en nagyon röhögött mindenki, hogy hogy lehet egy ilyet behozni. Tehát ugye azért ez eléggé vicc tárgya volt, és nagyon sokan emiatt pont, hogy használták is, meg én is emlékszem, hogy külön live-on volt arról, hogy ezt a skin megszerezték. Szóval ez egy kreatív és vicces ötlet volt annak idején. Aztán itt vannak a Fire Fist skinek, a Sensei Fire Fist, illetve a Dark Fire Fist. Ezt régen ngt egy csomót használta egyébként ezt a Dark Fire Fistet. Először ugye a Sensei Fire Fist jött be, ami nekem az egyik kedvencem volt akkor. Nagyon szerettem. Egyébként az átlet modellezve nem így nézett ki, ilyen kék skin volt ez egyébként. De nagyon szerettem azt, hogy a tüzet itt a menüben nem csinálja a játékba, így maga után egy húzza a tüzet. Rohat jól néz ki, meg mondom őszintén. És akkor az tényleg egy egyedés különleges dolog volt, hogy ez nagyon-nagyon tetszett. A füst is nagyon egyedi volt, tehát hogy a speciális nagy részéről el lehet mondani, hogy nem volt hasonló hozzá, nagyon-nagyon nagy vágyakozással néztük ezt a skint, és úristen de menő, ez egy füst az egész, nagyon-nagyon imádtam a bolt is, tehát ez is nagyon tetszik, nagyon-nagyon régen tényleg, hogy ezt megszerezzem, az is egy ilyen álom volt, amikor még kb. 5-6 vagy maximum 10 darab speciális volt a játékban. Ez a gridiron ugye akkor jött, amikor az NFL-el a Super bowl lal volt egy együttműködés a Stumble Guys nak ezt is ilyen először csak nyereményként lehetett megszerezni, én sorsoltam, emlékszem ki egy pár darabot, és akkor utána jött be rendesen. Itt az Apocalypse skin, ami annyira nem egy extra, ez azt hiszem egy Pesszen volt rajta, de ez a deszkázás miatt, meg alapból a kinézete miatt engem annyira nem fogott meg. Ez a Rainrider se annyira, mert nagyon otromban nagy alapból a deszkája, meg alapból már, hogy deszkázik, már az sem egy nagy pluszpont. A bolt, amit végre valahára pár hónappal ezelőtt sikerült kipörgetnem az ingyenes kerékről, tudom, hogy sok mindenkinek még mindig nincs meg. nagyon nagyon, -nagyon örülök, hogy megvan, nagyon-nagyon menő körülött ez a ragyogós valamilyen effektus. Nagyon szeretem ezt a skint, is szoktam is vele játszani itt van még a Diamond banán, ami szintén a Diamond Jimmy, vagy az a ilyen gyémánt Mr. Beasthez hasonlóan rohadt alapos. Régen ez nem így nézett ki egyébként, ez át lett dolgozva, fel lett javítva. Nagyon-nagyon-nagyon szépen néz ki szerintem. Ez az eső skin, most már ezt sem látom sok embernek, hogy használja, de régen ez is extra volt. Ez a, emlékszem, hogy ezt a nyula skint, ezt a Gold Rabbit-et egy ilyen eventel lehetett megszerezni, és nagyon sokan rámentek, nagyon sokan grindolták. Sok mindenkinek ez volt az első speciális, mert úgymond ingyen, csak sok játékkal meg lehetett szerezni, és nem kellett pörgetést venni hozzá. Aztán egy idő után azért eléggé sok speciális jött, tehát ez meg ez nekem annyira nem speciálisak, nem különlegesek. Érdekes, hogy ez a skin például a bétában mitik volt, és amikor bejött a játékba, akkor találták hogy inkább legyen speciális, nem tudom, hogy pontosan miért. Aztán itt vannak az újabb skinek, ugye a Disney, az új Mr. Beast Choki, ez is nagyon menő. Speciálból is van egy-kettő, ami annyira nem extra, például szerintem ez a Santa 3000, ez nem annyira nagyon bomba, ez a malac sem a világ legjobb skinje, ez sem annyira, tehát ez is egy ilyen csillagegyes skin, lehetne simán szerintem ez ez is mitik például. Azért van egy-két olyan skin, amit, amit így nem annyira értek, hogy pontosan miért speciális, például ez, meg ez, <laughs> ez az undorító szerintem, de nyilván valakinek tetszik, nekem nem tetszik. Diamond Demon, ugye ez is az ingyenes pörgetésem volt, ez is tök menő, meg itt van a Captain Diamond Heart, ez is nagyon szépen néz ki, szóval vannak, 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 vannak bőven nagyon extra skinek, Golden Sensei, szerintem mesélni se kell senkinek, mindenki emlékszik azokra a videókra, amikor három videón keresztül több mint 60 ezer gemet elköltöttem, hogy ezt a megszerezzem nagy nehezen. Annyit szenvedtem, mint még szerintem soha semmilyen skinnel. Tornádó is, amikor bejött egy nagyon különleges és extra újítás volt, nem láttunk még hasonlót előtte. És hát, talán a legkülönlegesebb skin, ami a legkevesebb játékosnak van meg, az az influencer, ami csak a Stumbleguys kreátoroknak lehet meg, ugye, akik ugye hivatalosan partnere a játéknak, mint például ugye én is, ugye Goat kreátor vagyok, ezért ugye kaptam meg ezt a skin, de már ugye a pro és boss kreátorok is ugye megkapják ezt, akármilyen szintű creator leszel, ezt megkapod ezt a skint, ez ő magában annyira nem lenne extra, de így nagyon különleges, és egyébként már nagyon régóta benne van a játékban, tehát ez volt talán az ötödik vagy a hatodik speciális, de hát ugye ez csak azoknak lehet meg, akik ugye krétörök a játékon belül, úgyhogy ez azért nagyon egyedi, nagyon különleges, mert általában 78 égben, ha látsz egy ilyen skint, azt látod, hogy ez egy másik kreator skinje. Nyilván a színes nevéből is látod, meg nyilván a maradék 20 az az, hogy az egy rohadtul egy nagy hacker, de ez nagyon extra. Szoktatok gyakran kérdezni azt is, hogy melyik a kedvenc skinem. Most azért többet megdicsértem, hogy nagyon jók, azért nem tudok így választani, mindig a hangulatomhoz éppen, hogy melyik passzol legjobban, melyik tetszik éppen a legjobban, melyik skinnel akarok játszani, éppen mit játszok, megy a turnamentben a Lionel Pessit hozom, hiába van egy csomó speciális skinem, attól függ, de, de vannak azért nagyon jó skinek, most azért elmondtam a véleményemet, külön ki próbáltam kiemelni jobb skineket, hogyha gondolkoztok, hogy mondjuk melyik keréken pörgesetek, és több jó skin is van, akkor elmondtam, hogy melyik miért lehet akár jobb, nyilván amik lebegnek, azok nehezebb játszani, furcsább játszani, nem nagyon használják őket a profik, amikén otrombák nagyon, bumszkák, furcsák, azokat annyira nem használják jobb játékosok, szóval érdemes inkább ilyen kisebb, tömörebb, nagyon királyú kinéző skinekre lecsapni. Írjátok meg nyugodtan, hogy nektek melyik a kedvenc skinetek, akár nyugodtan megírhatjátok minden egyes ritkaságból, hogy melyik skin szoktatok a legtöbbször használni. van -e esetleg olyan Camon vagy Ankemon skin, ami hiába gyenge ritkaságú, de mégis szerintetek nagyon menő és gyakran használjátok? Vagy akár, hogyha haverokkal szoktatok turnamentet menni és team skint használtuk, azaz mindannyian ugyanazzal a skinnel mentek, akár mondjuk egy 3 v vagy 2 v turnamentre, akkor melyik szokott a team lenni? Írjátok meg nyugodtan így a skinekkel kapcsolatban a véleményeteket, srácok, illetve nagyon köszönöm, hogy használtak a Hunter Kutot, sokban, hogyha bármit, bármilyen skint, pörgetést, offert vásároltok. Hatalmas segítség ez nekem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, illetve azt is köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek még többet látni, azt mindenképp jelezzetek egy like kal küldjétek el haveroknak, ismerősöknek is a videót, hogy ők sem maradjanak le, ha pedig szeretnétek még több izgalmas számbelgázos tartalmat látni, ide kattintva a jó megtaláltok, itt pedig itt van a másik csatornám, ezt is érdemes lecsekkolni, mert ott is rengeteg izgalmas tartalom található.